Szüleivel és más nagy ragadozó madarakkal együtt tölti napjait a kis Karvajkeselyű fióka a Nyíregyházi állatparkban. Márciusban kelt ki a tojásból, ami igazi szenzáció volt, hiszen a kritikusan veszélyeztetett madárfajnak Magyarországon most először született utódja. A Nyíregyházi állatparkban élő tenyészpár csak nem húsz évvel ezelőtt költözött sóstóra. A két madár sokáig nem mutatott érdeklődést egymás irán, de idén januárban fészket raktak, az egyetlen tojásból pedig 55 nap alatt kikelt a fióka. A rohamos gyorsasággal növekvő kis karvajkesejű eddig egy a látogatóktól elzárt részen élt, ahol szülei felváltva etették. Most viszont, amikor kirepült fészkéből, vagyis röpképessé vált, a szakemberek úgy gondolták, ideje, hogy összeköltözzen az állatpark más nagy ragadozó madaraival te Tarzan finnynek a hatalmas afrika röpdejénen a fekete kontinens életes madarait láthatjuk, kaffersa vitéssas, nagyon impozáns sasfélék emellett marabú és kaffer, szarvasarjú is látható, és körülbelül egy nap kellett ahhoz, hogy a keselyű család is újra a többiekhez csatlakozva, a falkába érezze jól érezze magát, hogyha berakjuk a táplálékot, ami nyilván hús, utána mindenki megtalálja a számára legkedvezőbbet, de itt is van dominancia. Megvan, hogy például a vitéz vagy kaffersas az első, aki táplálkozik, viszont ők félre vonulnak, míg a marapú vagy a szarvas varjú, mi senkitől sem fél, és ők el is szedik a másiktól a táplálékot. A karvajkesei fiókan születése óta annyit fejlődött, hogy a többi nagymadár között nem könnyű felismerni. Az impozáns megjelenésű állatok egyébként a közepes termetű kesejűfélékhez tartoznak, szányfesz távolságú 220-240 cm. A természetben kizárólag nagyobb termetű állatok tetemével táplálkoznak, az élelemszerzésért ott sokszor akár napi 150 km-t is megtesznek.